Abban a pillanatban, amikor valamit találok, akkor mindjárt találok egy kérdést hozzá, amit nem tudok még. Én ugye visszamentem Szirákra, és az embert úgy ismerik ugye, hogy, hogy hát kicsoda, de például már több éve dolgozott nálunk egy takarítón, és egyszer megkérdeztettem, hogy te tényleg professzor vagy? Tehát én biológus eh, tulajdonképpen egy könyv miatt lettem. Egész életemben minden nevő voltam, és úgy éreztem, hogy mindent meg kell tanulni. Kertészeti technikumba jártam, mert úgy gondoltam, hogy a származásom okán nem tudok egyetemre kerülni, de ez eh, középiskolára éveim alatt megváltozott, tehát ez lazult ez a rendszer. És egy könyvtárban megláttam egy könyvet, ami a sárga színével felhívta magára a figyelmet, címére, szerzőjére nem emlékszem, de ez a könyv molekuláris szinten is magyarázta a biológiai rendszereknek a működését. És én teljesen ledöbbentem attól, hogy micsoda mélységek vannak még, amiket egyáltalán nem ismerek. És ez úgy, ez úgy nagyon megfogott, és ez érdekelni kezdett, és máig emlékszem bizonyos ábráknak az elrendezésére a könyvben, tehát be tudnám azonosítani valójában. Tehát ez, ez a könyv motivált engem arra, hogy biológusnak jelentkezek, nagyon kicsi eséllyel valójában. Én azt hiszem, hogy egész életemben nagyon könnyen tanultam. Tehát ez úgy... Hogy úgy mondjam, rám ragadt, és éreztem is egy erős késztetést arra, hogy, hogy sok mindent megtanuljak, és valójában válogatás nélkül. Tehát én a kis vidám sertéstenyésztéstől kezdve, hogy, hogy neveljük fel a malacokat, a komoly irodalom eh, irodalomig és szakirodalom mindenfélét elolvastam. Ami az, hogy hozzájutottam. Különösen amíg falun éltem, tehát az ott levő könyvtárakat, hogy úgy mondjam, feldolgoztam. Eh, és Budapesten persze sokkal jobbak voltak a lehetőségek, tehát itt aztán tovább tudtam menni természetesen. De az nagyon... Eh, nagy hatással volt rám, hogy mikor az első biokémia előadásaink voltak, akkor Bíró Endre volt a biokémia professzor, és módszertani előadásokat tartott, és előadás közben elkezdett gondolkozni. Tehát eszébe jutott valami, és ezt elkezdte a táblára írni. Ez nagyon, nagyon imponált nekem. Tehát ez, ez jó esett nekem azt látni, hogy most nem csak tudást közel nekem, aki a tudást közli, ezt foglalkoztatja, tulajdonképpen ötleteit támadnak belőle. Ez, ez úgy, ez úgy jó esett. Németországban doktoráltam, doktoricén megszerzése idején, tehát az utolsó időszakban eh, megjelent egy. Eh, immunológus professzor a Max Planck Intézetben elkezdtek immunológiáról a környező Max Planck Intézeteknek és egyetemi embereknek előadásokat tartani. Ez nagyon érdekesnek találtam, és elmentem egy leukémia kutató csoportba dolgozni, hogy ténylegesen élesben megtanuljam ezeket a módszereket. És akkoriban a csontvelő transzplantáció nagyon a nagyon gyerekcipőbe járt. És valójában eh, ott szembesültem azzal, hogy az, hogy, eh, hogy eh, vírusfertőzés, ugye valamennyiünknek a eh, testébe van egy több vírus, szépen megbújik bennünk, és csak eh, bizonyos stresszekre, vagy akár akkor sem eh, jelentkezik újra. És én eh, akkor szembesültem azzal, hogy nem csak az van, hogy van, akinek időről időre ilyen herpész lesznek a száján, hanem akiket transplantálnak, mivel immunszuprimálják szupr, eh, őket, tehát eh, az immunvédekezésüket eh, gátolják, hogy ne eh, lökjék ki a eh, transplantált szöveteket, azokban mindenfajta vírus reaktiválódik, újra megjelenik, és ez egy komoly probléma. És valójában ez vezetett engem oda, hogy elkezdtem először látens állati vírusokkal foglalkozni, ott tulajdonképpen jó eredményeket is kaptunk, és később, hát ugye általánosan a növényeknél is ugyanez az irány érdekelt engem. Szóval nem csak az, hogy mi az, ami megbetegít, hanem mi az, ami bennem elbújik, vagy más szervezetben elbújik, talán tüneteket sem okoz semmi bajt, de átmehet más szervezetre, vagy pedig bennem is reaktiválódhat. Tehát ez, ez érdekelt valójában. De ennek az egyetlen oka az volt, hogy, hogy láttam, hogy ez egy komoly probléma, és akkoriban. Tehát ha az ember biológusként szembesül azzal, hogy Mekkora bátorság, mekkora fegyelmezettség kell ahhoz, hogy egy gyerekbe vállaljon egy transplantációt, vagy felnőtteknek ez akkoriban nagyon kockázatos is volt. Nem voltak jók a módszerek. És akkor, akkor még ilyesmivel is sújtva van, szóval ez, ez ö, vezetett engem ebbe az irányba. Ha az ember szembesül azzal, hogy a más hülyeségét kell csinálnia, és én ott szembesültem, laboránsként, akkor ö, azt mondja, hogy hát ezt nem szeretném. Tehát nem értek vele egyet, és nem is szeretném csinálni, hanem a saját hülyeségem. Tehát ha már az egyszerű életemet elszúrom, akkor a saját hülyeségemmel szeretném. Úgyhogy hát ez, ez ö, lökött engem a doktorálás irányába. Nos, tehát hogy ö, mi a duplaszálló erens, dupla erens tulajdonképpen, a felépítési elve hasonlít a dupla DNS-hez, amit mindenki tud. Tehát ez egy kett, jobb menetes kettős spirál, ahol két szál egymással bizonyos módon, ismert módon összekapcsolódik. A térszerkezete azonban különbözik. Tehát térben különbözik a dupla DNS-től ennek a szerkezete, és amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor a jelentősége valójában nem volt ismert. Valójában egyáltalán nem volt ismert. Azt tudtuk, hogy vannak olyan vírusok, amelyeknek dupla a genomja. Szembesültem azzal, hogy ha fertőzött növényből kivonatokat csinálnak, mindig találunk dupla És e, miért találunk, és különbözőket. Csak miért találunk, de meg volt a helyes válasz, hogy azért, mert ez műtermék. Amikor mi egy kivonatot csinálunk, akkor műterméket gyártunk, és ezért a természetben ilyen soha sincsen. És ez nehezen volt hihető, különböző okokból nehezen volt hihető számomra, és a tekintélytisztelet az sohasem volt egy erős oldalam. Tehát... És a természettudományokban is azt szeretem, hogy nem kell tekintélyt tisztelni, hanem meg lehet vizsgálni a dolgokat. És itt ugye e, én immunológiával, monoklánális ellenanyagokkal már korábban foglalkoztam, úgyhogy e, hát akkor gondoltam, hogy akkor ez ellen is lehetne valami olyan reagens csinálni, mivel ki tudom mutatni, és akkor megmondom, hogy létezik e, a élősejtben in vivo, vagy nem létezik, vagy tényleg műtermék. Hát tényleg műtermék, akkor megszívtam. Tehát ez probléma, igazából, mert akkor a habilitációmhoz ez nem egy nagy segítség, de ha nem, akkor ezen a vonalon el lehet indulni, és lehet jó dolgokat csinálni. Ennek a során ugye keletkeznek melléktermékként dupla szálverenesek, ezt én is tapasztaltam a saját akkori munkámban, tehát ez ö, ismert volt, és hogy hát akkor majd ezek az ellenanyagok ö, hasznosulni tudnak lényegében az erenes terápiáknál, vagy MRNS vakcináknál is. Tehát ez, ez, nem, ez nem volt kiszámítható. A virológiai jelentőség szerintem kiszámol, kiszámítható volt. Igen, tehát dupla ereneseknek, tehát ma már tudjuk, hogy egy csomó alapvetően fontos ö, funkciójuk van, emereneseknek és dupla ereneseknek is, de én most a dupla erenesekre koncentrálok. Ö, és ezeket, tehát ezek, ezeket a biológiai funkciókat felismerve, azt ki is tudjuk használni széles körben a gyógyászatban. És ezek közül van, ami már megvalós, és van, ami még nem valósult meg. Tehát ilyen funkciója a duplaszálló például, hogy megfelelő védekező reakciókat indít be a sejten belül, tehát egy a fertőzött sejtbe, egy meghatározott szint fölött olyan folyamatok indulnak, hogy ez a sejt elpusztul, szabályozottan elpusztul, és ezáltal meggátolja mondjuk a vírusnak a szaporodását. Ez egy fontos biológiai funkció, vagy gyulladást idéz elő. Tehát azonnal, azonnal a fertőzés után beindul a védekezés. A másik dolog pedig az, hogy azt is felfedezték, ugye, hogy dupla szálló a sejten belül meg, bizonyos fehérjék azokat megkötik, és az egyik szálát megtartva, az a szál, az jellemző az rns és dns es hogy tudnak bázis párosodni, tehát kettős szálat csinálni. Most a fehérje tartalmazza az erenesnek egy darabkáját, mondjuk egy virális ellenesnek egy darabkáját, és akkor az oda irányítja a fehérjét, a vírusnak a messenger elleneséhez, amiről fehérje képződne. Oda irányítja, és gátolja, hogy fehérje képződjön róla. Vagy azáltal, hogy beindítja a messenger lebomlását, vagy gátolja magát a fehérje szintézést. A leginkább most köszáján olyan megoldások forognak, ahol messenger rna alapú beavatkozások vannak, de, de tehát itt például mondjuk amit a BioNTech nagyban meghirdetett a szklerózis multiplex ellen, katalinnak a területe igazából a rákgyógyítás, tehát ő nem vakcina, fejlesztő, hanem a rákgyógyítása igyekszik terápiákat kialakítani. Vannak olyan irányok, hogy ezzel a technológiával, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy, nem, hogy önmagát megsokszorozza a bevitt messenger RNS a szervezetbe. Tehát ezek az új generációs mrna vakcinák, amiket már is nagy lendülettel fejlesztenek, már jó ideje dolgoznak ezen, és itt nem használnak módosított nukleotidokat. És ilyen technológiával lehetne például ellenanyagokat készíteni magában a szervezetben. Tehát ahol rákgyógyászatban mondjuk ellenanyagokat viszünk be, hát ez nem kellene bevinni, hanem maga a szervezet csinálhatna ilyet és akkor e, e, gyógyíthatná a saját magát. Egyszerűen az a helyzet, hogy a tizenévesekben van egy olyan csodálatos fogékonyság, még, még nincsenek azok az erős gátlások kifejlődve, amikor, amikor úgy érzi, hogy neki valamit tudnia kell, mielőtt kérdez. Tehát pont azt tudja megcsinálni, amit kell ahhoz, hogy valaki innovatív legyen, Ugyan olyan naívan, ártatlan szemmel ránézett, és logikusan végig gondolja, és akkor, akkor rákérdezzen olyan dolgokra, amik, amik fontosak. A tudománynak és megvan a maga logikája, ez fontos is. Ezt a logikát el is kell sajátítani. Tehát ez, ez jó, ez adja nekünk a biztonságot, és ez, ez tényleg fontos. De de nem szabad, hogy agyon nyomjon bennünket ez a rengeteg ismeret, ami rendelkezés áll, és a tekintély tisztelet valahogy úgy megfolytsa az önálló gondolkozást. Abba a pillanatban, amikor valamit találok, akkor mindjárt találok egy kérdést hozzá, ami, amit nem tudok még. Tehát, rá, tehát van egy biztos pontom a mocsárba, arra rálépek, de, de keresem a következőt. Tehát természetesen mindenkinek van, amikor elképzelt valamit, és akkor, akkor, az úgy kijön. Tehát mindenki örül neki. Azt is érzékeli az ember, hogyha elmond valamit, akkor arra úgy pozitívan reagálnak. Tehát ez természetesen, ez mindenkinek van ilyen. De azt kell, hogy mondjam, hogy én akármit csináltam, én mindig egyik kérdésre a másik kérdést találtam. Tehát sose volt az az érzésem, hogy hú, hát most, most fogtam meg az Isten lábát, és ez tök mindegy, hogy, hogy akkor hívnak minket, hogy mondjuk el, hogy mi a baj, vagy nem tudom, hogy törődni kell a világunkkal, mert mi nem azért vagyunk értelmiség, mert, 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 mert egyetemet végeztünk, vagy címeket szereztünk, hanem, hanem azért is, mert talán nagyobb a rálátásunk, mint az átlagembernek bizonyos területekre, és igen, és itt hallatni kell a hangunkat, felelősségünk van.